Új hagyományéled újra, ismét szabad egyetemi előadás sorozat kezdődött a Titkok Háza és a Kodolányi János Egyetem szervezésében. A felsőoktatási intézmény korábban már tartott hasonló érdekes programokat, legutóbb pedig tavasszal Varga Tamás országgyűlési képviselővel közösen több iskolába is elvitték a sokakat érdeklő témákat. Mi mentünk el székesfehérvári középiskolákba és beszélgettünk izgalmas dolgokról, a világról, merre tart a világ, hogyan alakul az életünk. Most egy más formában, itt egy helyszínen, egy webinárium keretében, egy szabad egyetemen a vendégeket fogadva és várva beszélgetünk. Én bízom benne, hogy hasonlóan izgalmas dolgokról, olyan dolgokról, amik érdeklik az embereket. Milyen összetett a világunk szemben azzal, amit a média ömleszt ránk? A globalizáció nem is olyan, mint amilyennek sugallják? Ilyen és hasonló témákat érintettek a keddi első szabad egyetem előadói. A Magyarország a változó világban civilizáció mai rendszere és működési struktúrái címet viselő webináriumon. Másfél évre látjuk előre az előadásokat. Idén ez az első, egyben az év utolsó előadása is. Következő fél évben májusig megvan az első négy téma, majd a hallgatókat is bevonva, a kollégáinkat bevonva. Innen tudom, hogy lesz gasztronómiai téma is. Megyünk az egyre izgalmasabb, egyre szűkebb témák felé. De nyilvánvalóan, hogy a kontextust megadjuk, ezt a civilizációs témát kellett első helyre raknunk. Szabó Péter hozzátette, a mai dinamikusan változó világban sok probléma és kérdés van, ezeket próbálják a sorozatban a Szabad Egyetem látogatói elé tárni. A programot online és személyesen is követhették az érdeklődők.